A Magyar Jégkorong Szövetség nevében nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, versenybírói, jegyzőkönyvezető, oktató videót láthatnak. Én Fényi Barnabás vagyok, a Magyar Jégkorong Szövetség versenyirodájának versenybírókért felelős személye, és ebben a videóban az IVR rendszer, tehát az integrált versenyirányítási rendszer működését fogom bemutatni önöknek. Ez a rendszer felelős az egész magyar jégkorong adminisztrációs feladataiért, ebben zajlanak a csapat és játékos adminisztrációk, átigazolások, jegyzőkönyvezetés és még nagyon sok másik folyamat is. A weboldal elérését legegyszerűbben a jégkorongszövetség.hu, tehát a szövetség honlapjáról tudják megtenni, a szakmai oldalakra kattintva, versenybíróság menüpont alatt az IVR belépésre kattintva. Regisztrálnia senkinek nem kell, mert a versenyiroda fogja a felhasználókat hozzáadni a rendszerhez e-mail cím alapján, mely után a felhasználó saját magának saját jelszót tud beállítani a kiküldött e-mail alapján. Bejelentkezés gombra kattintva, kétfaktoros azonosításhoz érkezünk, melyhez okostelefonunkra le kell tölteni egy Microsoft Authenticator nevezetű applikációt, amit itt láthatnak. Ez letölthető App Store-ból és Play áruházból is ingyenesen, és letöltés után, hogyha megnyitjuk ezt az applikációt, és itt létrehoztunk az, ugyanazzal az e-mail címmel egy fiókot, mint amiben az IVR-rel szeretnénk bejelentkezni, akkor a következőt fogjuk látni. Egy 6 számjegyű kód fog nekünk megjelenni, mellette egy kis 30 másodperces számlálóval. Ez azért van, mert minden 6 számjegyű kód 30 másodpercig érvényes, 30 másodperc letelte után pedig a rendszer egy új kódot fog nekünk generálni. Hogyha a számláló a vége felé jár a 30 másodperces időkorlátnak, javaslom, hogy várjuk meg a következő ciklust, és azzal lépjünk be, hogy biztos beengedjen minket a rendszer. Ezt most meg is tesszük. És sikeres autentikációt követően bent is vagyunk a rendszerben, mint jegyzőkönyvvezetők. Elektronikus jegyzőkönyv opcióra kattintva pedig a mérkőzések listáját láthatjuk magunk előtt, és ezek után a mérkőzés nekünk meg kell keresnünk. Először a keresőbe javaslom, hogy a mérkőzésnek a helyszínét írjuk be, ahol a mérkőzés megrendezésre kerül, ezután pedig az időszakot kiválasztva ma, holnap, holnap után vagy ezen a héten, vagy pedig a naptárba a dátum konkrét beírását követően a szűrésnek megfelelő mérkőzések fognak nekünk megjelenni, és csak azokat a mérkőzéseket tudja a versenybíró megnyitni, mint jegyzőkönyvvezető, amely mérkőzésekre az Egyesületi Versenybírósági vezetője kiírta a versenybírót, tehát amelyik mérkőzésre nem került kiírásra a versenybíró, azt a mérkőzést nem fogja tudni megnyitni. Mérkőzés gombra kattintva pedig a kiválasztott mérkőzés megnyílik, és ezt fogjuk látni. Hazai csapat, vendégcsapat, értelemszerűen itt a csapatoknak a valódi neve fog nekünk megjelenni, de itt az egyszerűség kedvéért hazai és vendégcsapat néven fut a két küzdőfél. A csapat nevére kattintva a mérkőzésre nevezhető játékosokat és a csapatnevezést láthatjuk, és itt van egy ilyenünk nekünk, hogy nevezési lap letöltése. Erre kattintva a csapatnak a nevezési lapja letöltődik a számítógépünkre. Ezt megnyitva pedig a következő dokumentumot kapjuk, amit nyomtatás után az edzőnek fogunk adni, a csapat edzőjének, aki ezt kitöltve fogja nekünk visszaadni, és így fogjuk a játékosokat benevezni az adott mérkőzésre. Az edző amellé a játékos mellé fogja tenni a messzámot, amelyeket nevezni kívánja a mérkőzésre, a második oszlopba pedig a C-t vagy A-t, ugye csapatkapitány vagy helyettes kapitányt fogja megjelölni. Jobb oldalon láthatóak a sorok és posztok, rész ide pedig ugye a két kapus, első sor hátvédjei, első sor csatárai, és így tovább fogja kitölteni. Alsó részen a csapat hivatalos személyei találhatóak, csapatvezető, edző, másodedző és a három hivatalos személy. Ezt bezárva vissza tudunk menni az alap oldalra, és ugyanezt megtesszük a másik csapatnál, ugye a vendégcsapatnál, hogy kinyomtatjuk a nevezési lapukat, ez letöltődik, és nyomtatás után odaadjuk az edzőnek, akitől ezt kitöltött formában fogjuk visszakapni. Nagyon fontos, hogy magyar bajnoki mérkőzésen, ami a Magyar Jégkorong Szövetséghez tartozik, a csapatok online adják le a nevezésüket, tehát az edzőknek jogosultságuk van belépni a rendszerbe, és online töltik ki a nevezéslapot, és akkor nekünk azt már csak ellenőrizni kell, de ezt a játékosok mérkőzése történő benevezése után fogom tudni megmutatni csak. Úgyhogy most manuálisan fogjuk a játékosokat hozzáadni ehhez a mérkőzéshez a kitöltött nevezési lap alapján. Alul láthatóak a játékosok, két
oszlopban, illetve van egy rajtlista és egy kerettagok opció. Rajtlista menüpontban azok a játékosok találhatóak, akik az adott csapatba vannak nevezve és az adott bajnokságban játszhatnak. Kerettagok alatt pedig azok a játékosok találhatóak, akik kisebb korosztályból játszanak föl, másik csapatból játszanak át, tehát akik alapvetően nem ehhez a csapathoz tartoznak. Nagyon fontos, hogy csak azok a játékosok jelennek itt meg, és csak azok kiválaszthatóak, akik jogosultak játékra, tehát nem állnak eltiltás alatt, és le vannak igazolva az adott egyesülethez. A messzám mellett kis pluszra kattintva tudjuk hozzáadni a kívánt játékosokat, és mint láthatjuk, ugye messzámmal kerülnek be a rendszerbe a kiválasztott játékosok, kerettagok opcióból is kiválasztunk egy néhányat, és ezek a messzámok az előző mérkőzésről automatikusan elmentésre kerülnek a rendszerbe, és ilyenkor az előző mérkőzés messzámát látjuk itt mi, mint jegyzőkönyvezetők. Ha valakinek módosítani szeretnénk a messzámát, akkor a messzámra kattintva ezt meg tudjuk tenni, utána jóvá hagyjuk, és láthatjuk, hogy jelenleg ismétlődő messzámmal találkozott a rendszer, ezt jelzi is nekünk piros háttérrel, ezt javítanunk kell, visszaírjuk 9-esre, és így el is tűnik a hibának a jelzése, mert a hiba elhárult. Ezután a sorokat fogjuk megadni a játékosoknak, kezdjük a két kapussal, mert ők vannak itt jelen esetben felül, és utána pedig a sorokat fogjuk beállítani az egyes játékosokhoz. Ha pedig több játékost választok ki egy sorba, mint 5, akkor azt szintén pirossal jelzi nekem a rendszer, mert 5-nél kevesebb lehet, 5-nél több viszont nem. Kevesebb játékos általában az utolsó sorban szokott lenni, tehát ha mondjuk az első sorban csak 4-et nevez az edző, akkor ott feltehetően valami hiba történt. Ezt követően a posztokat fogjuk megadni, posztoknál ugyanaz a helyzet, mint a sorok beállításánál, tehát hogyha egy soron belül két azonos posztot szeretnék kiválasztani, akkor azt a rendszer nem fogja nekem engedni, mert egy soron belül egy poszt csak egyszer használható fel. Nagyon fontos, hogy sora és posztja mindenkinek kell, hogy legyen. És ezután már láthatjuk is, hogy itt szépen sorok és posztok szerint rendeződtek a játékosok, akiket felvittünk a mérkőzésbe. Hogyha valakit esetleg mégis törölni szeretnénk, mert elrontottuk, akkor az X-re kattintva először a sora és a posztja fog eltűnni ennek a játékosnak, átkerül további játékosok mezőbe az adott játékos, és még egyszer az X-re kattintva pedig visszakerül a rajtlistába, vagy amelyik kategóriából őt kiválasztottuk. Innen őt most visszatesszük, és adunk neki pozíciót. Ugye pozíciók LD left defense, tehát bal hátvéd, jobb hátvéd, left winger, tehát bal szélső, center és jobb szélső elosztásban láthatjuk. Itt pedig ki tudjuk választani a csapatkapitányt és a helyettes kapitányokat, illetve a vezetőedzőt, másodedzőt és hivatalos személyeket is itt tudjuk kiválasztani. A vezetőedző, másodedző és csapatvezetők egy legördülő menüsoros lista lenne, viszont itt akkor tudnak megjelenni az egyes edzők, hogyha a csapat feltölti az IVR rendszerbe az edző és a csapat között, vagyis az egyesület között létrejött szerződést, és ezután tudja a versenyiroda hozzáadni az edzőket az adott csapat listájához. Ebben a bajnokságban ez a csapathoz nem lett hozzáadva, tehát sajnos itt nem tudunk kiválasztani edzőket. Hivatalos személyek azok minden esetben szabad szöveges mezők, tehát nekünk kell begépelni kézzel a hivatalos személyeknek a nevét. Versenyengedélyekre kattintva megnyílnak a versenyengedélyek, ezeket azért szokás ellenőrizni mérkőzés előtt. Itt a kis nyíllal tudunk egyesével tovább menni és versenyengedélyt váltani, ugye növekvő szám sorrend szerint, vagy pedig rá tudunk kattintani a konkrét játékosra, akinek kíváncsi vagyunk a versenyengedélyére. Itt fölül láthatjuk ezt az edző módosít vagy edzőkönyvvezető módosít kis csúszkát. Ez inkább az online nevezések során tud fontos lenni nekünk, mert amíg az edző nem végezte el online a nevezést, addig edző módosít felé áll, és ahogy az edző végez a nevezésekkel, tehát leadja a mérkőzésre a nevezést online felületen keresztül, akkor ez a csúszka átvált jegyzőkönyvvezető módosít felé. Ez azért fontos, mert amikor így áll ez a csúszka, tehát jegyzőkönyvvezető módosít felé, akkor az edző már nem tud módosítást végezni a csapat nevezésében, tehát nem kell attól félnünk, hogy ellenőrzés után valaki ide ebbe belenyúl. Ami még fontos, hogy a jegyzőkönyvvezető alapvetően csak posztot és sort, illetve messzámot tud módosítani, játékost törölni a nevezettek közül, és új játékost felvenni a mérkőzés nevezésében nem tud. Ilyen
esetben ezt a csúszkát vissza kell adni. Az edző módosít felé, és ekkor fogja tudni az edző korrigálni a problémákat, és ahogy ő elmenti a korrigált verziót, ez a csúszka megint csak vissza fog állni jegyzőkönyvvezető módosít felé. Hibalista vezetőedző kijelölése szükséges, erről ugye tudunk, de ezt jóvá hagyjuk, és ugyanezt megtesszük a másik csapatnál is. Itt láthatjuk, hogy némelyik játékosnál nincsen messzám, itt nem kell megijedni, ez azt jelenti, hogy ők korábban még nem játszottak, de majd kézzel adunk nekik messzámot. Elhárítjuk a hibákat, hogy ne legyenek egyező messzámok. És ezek után megint posztot és sort fogunk adni minden egyes játékosnak. Közben láthatjuk, hogy jobb oldalon szépen rendeződnek be a játékosok sorok és posztok szerint, ahogy kattintgatjuk. Ezt követően pedig a csapatkapitányt és a helyettes kapitányokat fogjuk kijelölni. Edzőt, másodedzőt megint csak nem fogunk tudni kiválasztani, ugyanazért az okért, mint a másik csapatnál. Ezt átállítjuk jegyzőkönyvvezető módosít felé, és jóváhagyás után tudom megmutatni azt a nézetet, ami akkor fogad minket, hogyha mindkét csapat online nevezett a mérkőzés előtt. Ilyenkor nekünk csak ellenőrizni kell, hogy minden játékosnak legyen sora, posztja, és a messzámok ne ismétlődjenek. Beállításokra kattintva a csapatnak a mez színét tudjuk beállítani. Általában a hazai csapat viseli a világos mezt. Ilyenkor ugye most azt láthatjuk, hogy fehér háttéren fehér betűvel ír a rendszer, de a betűnek a színét is át tudjuk állítani. Erre kattintva most fekete betűre váltottunk, erre kattintva pedig fehér betűre. Vendégcsapatnál is megtesszük ugyanezt, hogy állítunk egy picit a színen, ott pedig a fehér betűszín az megfelelő lesz nekünk. Mérkőzés funkciókra kattintva láthatunk itt különféle lehetőségeket, ezeket a videó során be fogom a későbbiekben mutatni. A jegyzőkönyvi adatok, azok fontos, hogy mérkőzés előtt kerüljenek kitöltésre, úgy itt játékvezetők, versenybírók és mindenféle más hivatalos személyek választhatóak ki. Fontos, hogy ezt mindent töltsünk ki. Jelen esetben csak a jegyzőkönyvvezetőt fogom kitölteni, jó magamat, és... Az még nagyon fontos, hogy minden olyan pozíciót, amit nem töltünk ki az adott mérkőzésre, tehát például ellenőrök, ők azért ritkán jelennek meg, de előfordul, azokat nincsre kell állítani, ez mindegyik legördülő mennek a legelső lehetősége. Ez azért fontos, mert amikor lezárjuk majd a jegyzőkönyvet, az üresen hagyott pozíciókat hibaként fogja nekünk jelezni a rendszer, és ezt ide be kell neki állítani, és akkor nem fog hibaként megjelenni a későbbiekben. Ezek a pozíciók egyébként specializálva vannak az adott bajnokságra, tehát csak azok jelennek meg, amik az adott bajnokságban lehetőségek, tehát gondolok itt a játékvezetők és a versenybírók létszámára, ezek bajnokság szint szerint vannak beállítva. Mérkőzés funkciókba visszatérve, összeállítás nyomtatása, ez lehet még egy érdekes dokumentum, ezt szokták használni a büntetőpadfelelősök, ellenőrizni a jégen lévők messzámát a nevezett játékosok messzámával, és ha minden játékosnak a messzáma stimmel a jégen lévőkével szemben, akkor darabra is meg kell, hogy legyenek, tehát hazai csapatnál 14 játékos legyen, a vendégcsapatnál is szintén 14 legyen a jégen, és akkor tudjuk a jegyzőkönyvvezetőnknek azt mondani, hogy stimmel a csapat, és ellenőriztük őket. Még egy dokumentum a mérkőzés előttre, lövésstatisztikai dokumentum nyomtatása. Ez ugye azokban a bajnokságokban lehet lényeges, ahol bemondó működik közre, mint versenybíró, tehát 5 fős a mérkőzés, és ezen a dokumentumon tudja a bemondó a lövéseket vezetni, ugye hazai csapatjátékosai látszódnak harmadok, és akkor odahúzza a kis trigulát, ahol lövés történt, és amelyik játékos lőtt kapura, ugye kapura lövésnek azt nevezzük, ami gól lenne, hogyha a kapus nem tartózkodik a kapuban. A vendégcsapat játékosait a második oldalon láthatjuk, de hogyha nyomtatásra megyünk, majd további beállítások és laponkénti oldalszámot átállítjuk 2-re, akkor fekvő nézetben mind a két csapatot egy lapra fogja nekünk nyomtatni. Ez azért egy használhatóbb formájának a dokumentumnak.
visszatérve az alap oldalra, itt látunk ilyet, hogy sorok, ezt ha átállítjuk, akkor a sorok szerinti nézetet növekvő szám sorrend szerinti nézetre váltja a rendszer. És itt láthatjuk a játékrészeket, ezeket fogjuk váltani, így fogunk szépen végigmenni a mérkőzés egészén. Bemelegítést a VU-ra kattintva tudjuk elindítani, ez egy warm-upot jelenti, és az aktív játékrész az mindig sárga háttérrel jelenik meg, ha pedig a bemelegítésünk véget ér, akkor a pregame-re megyünk, ami a bemelegítés végét fogja jelenteni, ez kapja a sárga hátteret, a bemelegítés pedig zöld háttérrel fog megjelenni, mivel az már egy teljesített játékrésznek minősül. P1-re kattintva tudjuk elindítani az első játékrészt, ahol ez fog minket fogadni, itt pedig ki kell választani a két kapust, akit jégre szeretnénk tenni, mert nagyon fontos, hogy minden mérkőzés azzal kezdődik, hogy két kapus belép a jegyzőkönyvbe, és minden mérkőzés azzal végződik, hogy mind a két kapus kilép a jegyzőkönyvből. Tehát kiválasztjuk azt a két messzámot, akit jégre szeretnénk küldeni, és jóváhagyást követően pedig belép a két kapus a jegyzőkönyvbe. Láthatjuk, hogy 0-0-ás jegyzőkönyvi idővel mind a két kapus bent van. Itt láthatjuk fönt a tábladőt. Tábladő alatt azt értjük, amit akkor látunk, hogyha az eredményjelzőre nézünk. Ez ugye 20-tól megy lefelé 0-ra, a jegyzőkönyv idő pedig, ami fölfelé számol, tehát 0-ról megy 60-ra, 20 perces harmadok esetén. Az események pedig jegyzőkönyv idővel kerülnek be, nyilvánvalóan a jegyzőkönyvbe. Itt láthatunk egy idővonalat, amit tudunk itt szépen így mozgatni. Ez azt a célt szolgálja, hogyha egy adott harmadban kevés esemény van, akkor az online jegyzőkönyvet követők láthassák azt, hogy hol tart az adott harmad, mert az idő alapvetően csak úgy változik a honlapon, hogyha eseményt is rögzítünk mellé a jegyzőkönyvben. Minden esemény rögzítése előtt nagyon fontos, hogy a tábladőt módosítsuk. Az első eseményünk 16:45-kor fog megtörténni, ami egy kiállítás lesz. Hazai csapatban az 5-ös számú játékos fog kapni egy 2 perces kisbüntetést. Láthatjuk, hogy az 5-ös számú játékos itt már ki is van nekünk sárgával jelölve, mert az ő neve mellett kattintottunk a kiállításra. Láthatjuk, hogy a tábladő 16:45, ami jegyzőkönyv időben ugye 3 perc 15 másodpercet fog jelenteni. Itt találunk 7 rögzített fix büntetési tételt, ezek úgymond a leggyakoribbak, de hogyha ezekben nem találjuk meg azt, amit a játékvezető az adott játékosra kiszabott, akkor az adört legördítve találjuk meg az összes büntetési tételt, vagy görgetve, vagy pedig begépelve is előjön nekünk az, amit keresünk. Gáncsolás az ítélet, tehát a trippingre fogunk kattintani, és ezután pedig megjelennek a büntetési tételek, azok, amik adhatóak erre a szabálytalanságra. Ez összhangban van az IHF, tehát a Nemzetközi Jégkorong Szövetség szabálykönyvével, tehát csak azok fognak itt megjelenni, amik valóban adhatóak erre a büntetési tételre. Kiválasztjuk a 2 percet, a büntetés bekerül ebbe a kis büntetés kosárba, ezt innen még esetleg tudjuk törölni, hogyha valamit elrontottunk, vagy jóvá hagyjuk, és így bekerül a büntetés a jegyzőkönyvbe. 3 perc, 15 másodpercnél rögzítettük, 5-ös számú játékosnak gáncsolásért, ez ugye az angol rövidítése, 2 percet, és ez 3 perc, 15 másodperckor el is kezdődik. A büntetést a játékos visszatértekor le kell ugye nekünk zárni, amit vagy meg tudunk csinálni úgy, hogy ide beírjuk az időt, amikor visszamegy a játékos, vagy az idővonalat mozgatva, ugye 2 percet fogunk mozgatni rajta. Láthatjuk, hogyha a második percet is bekattintom, akkor lezáródik a büntetés 5 perc 15-kor, ugye? Így telt el 2 perc. Következő eseményünk egy gól lesz, 12 perc 30 másodperckor. Vendégcsapat 15-ös számú játékosa fog egy gólt szerezni, a neve mellett a gólra kattintunk, és ez az ablak fog nekünk megnyílni. A góllövőt ugye már kiválasztottuk, tehát azt itt láthatjuk, hogy a 15-ös számú játékost be is tette a rendszer nekünk, de ha esetleg mégsem ő szerezte, akkor itt ki tudjuk törölni, és itt mind a háromnál ugyanúgy működik a rendszer, hogy belekattintva lenyílik a játékosoknak a listája, itt tudunk görgetni, ki tudjuk választani úgy is, vagy elkezdhetjük írni a játékosnak a nevét, vagy akár a messzámát is, ahogy nekünk kényelmes, illetve ezt bal oldalon is kiválaszthatjuk kétféleképpen is, vagy a gólra kattintva, vagy pedig bal egérgombbal a játékos nevére kattintva. Asszisztos játékosokat ugyanígy tudunk választani annyi különbséggel, hogy itt viszont nem bal gombbal, hanem jobb egérgombbal kell az ő nevükre kattintani. Ha még egyszer kattintok, akkor pedig eltűnik az adott játékos. Itt láthatjuk a gólnak a
megjelölését, hogy ez egy egyenlő létszámban született gól, tehát 3-3, 4-4 vagy 5-5-ben született ember előny, amikor a gólt szerző csapat egyel több játékossal rendelkezik a gól pillanatában, vagy pedig ember hátrányos gól, amikor a gólt szerző csapatból egy játékos kiállítás alatt van, tehát kevesebb játékossal lőttek gólt, mint az ellenfél. Üres kapus gól alatt azt értjük, amikor a gólt üres kapuba lövik bele. Megítélt gól pedig olyan helyzetekben születhet, amikor a játékvezető anélkül ítél gólt, hogy a korong áthaladjon a gólvonalon. Ez általában szabálytalanságok miatt szokott így történni. Illetve van egy büntető lövés, amikor büntető lövésből születik a gól, ezt a későbbiek folyamán meg fogom mutatni. Itt az alsó részben látunk ilyen zöld és piros hátteres messzámokat. Ez a plusz-minusz statisztikához lesz nagyon fontos nekünk. Láthatjuk, hogy a plusz statisztikában az a három játékos már benne van, akit kiválasztottunk gólszerzőnek és asszisztosnak, maradék kettőt mellé kattintjuk. Ha esetleg többet kattintok, azt jelzi nekem a rendszer, hogy túl sok, és javítsak rajta valamit, de hogyha minden stimmel, akkor így jelenik meg. Minuszosoknál is kiválasztjuk azt az öt játékost, aki jégen volt a gól pillanatában, és jóváhagyás után láthatjuk, hogy az eredmény változott, a gól pedig bekerült az eseményeknek a sorába. 7 perc 30-as idővel egyenlő létszámú gól, ez az EQ jelöli ezt, a GVG pedig ilyen esetben a game winning gólt jelenti, mert ebben a pillanatban ez a győztes gól. 15-ös számú játékos szerezte 19 és 23-as átadásából, itt pedig a plusz-minusz játékosokat láthatjuk. Következő eseményünk 9.45-kor fog bekövetkezni, amikor egy vendég kiállítás fog érkezni hozzánk a 20-as számú játékost, botta lökésért kiállítják 2 percre, ezt jóvá hagyjuk, és be is kerül a büntetés a jegyzőkönyvbe. Az időben tovább haladva, 9.01-kor, az nagyon fontos, hogy a tábláidőt az 4 karakteres elrendezésben használja a rendszer, tehát ilyen esetben 0901-et írtam be, a kettős pontot pedig automatikusan teszi oda, tehát azzal nekünk nem kell foglalkozni, de ha csak azt írom, hogy 901, az ugye így nem lesz nekünk jó, tehát 0901-re van nekünk szükségünk. Hazai csapat gólt szerez, kiválasztjuk a góllövőt, jobb gombbal bekattintom mellé a két asszisztos játékost, és láthatjuk, hogy a rendszer azt tudja, hogy ez egy plusz egyes gól, mert emberelőnyben szerezték, ugye 5 a 4-ben folyt a játék, ezért plusz egyes, mert a gólt szerző csapat egyel több játékossal rendelkezett a gólt pillanatában, mint aki kapta a gólt. Plusz statisztikában a maradék két játékost kijelölöm, a mínusz statisztikában pedig csak 4 játékos jelölök ki, mivel ők 4-en voltak, és a 20-as játékos, a büntetett játékos, őt nem tudom kijelölni, akármennyire is szeretném, mert ő nem lehetséges, hogy benne legyen a mínusz statisztikában. Ugye a gól miatt a büntetés letelik, ezt jeleznünk kell nekünk a jegyzőkönyvben. Itt látunk ilyet, hogy visszatérő vendégcsapat kiállított játékos, itt felsorolja azokat a kisbüntetéseket, amik éppen ki vannak szabva, itt a 20-ast kiválasztva, jóvá hagyom gombot kattintva, pedig bekerül a gól a jegyzőkönyvbe, egy-egyre módosul az eredmény, és láthatjuk, hogy plusz egyes a gól, ez egy GTG jelenleg, a GVG az eltűnt, mert egyenlő a létszám, ezért kerül ide a GTG, a game tying gól, tehát az egyenlítő gól. A gólnak az ideje az 10.59, és láthatjuk, hogy a büntetést is lezárta a rendszer 10.59-re, mivel kiválasztottuk ezt a büntetést ott a gól alatt. Ha esetleg valamelyik játékos 2 plusz 2-es büntetést kap, akkor sem kell megijedni, beírjuk az időt, kiválasztjuk a büntetett játékost. Ugye 2 plusz 2-es büntetést kaphat egy játékos egy büntetési tételre, például magas bottal való játékra. Itt láthatjuk is, hogy a magas botnál opcióként ott van a 2 plusz 2-es büntetés, de 2 plusz 2 úgy is összejöhet, hogy két külön szabálytalanságot követ el egymás után. Például gáncsolt egyet, azért kap egy 2 percet, ezután megint ki kell választani a büntetett játékost, és kap egy testreütést is, azt is 2 percért, és ezután adjuk jóvá, ami így jelenik meg a jegyzőkönyvben. Ha egy büntetési tételért kapja a 2 plusz 2-t, tehát például magas botta való játék, ugyanígy fog megjelenni két külön sorban, mert ez két tulajdonképpen különálló kis büntetés, ezt külön kezeli a rendszer és a szabályrendszer is. 14.56-kor került kiszabásra, ugye mind a két büntetés, 11-es számú játékos a büntetett, kétszer kapott 2 percet, és 14.56-kor az első kis büntetés el is indul, a másodikat látjuk, hogy még nem indult el, mivel a második csak akkor tud elindulni, hogyha az első véget ért. Idővonalat húzva tudjuk
lezárni az első büntetést, és ilyenkor a második büntetés automatikusan el is indul. És itt megint csak tovább haladva az időben, láthatjuk, hogy lezáródott a másik büntetés is, tehát kiegészült ez a csapat. Első harmad végénél pedig a harmadszünetre kattintva, ez az ablak fog nekünk megjelenni, ide pedig be kell írnunk a kapura lövéseket, amennyiben ebben a bajnokságban számoljuk azokat. Nagyon fontos, hogy itt a hazai csapat kapusait látjuk, itt pedig a vendégcsapat kapusait látjuk. Itt fordított logika szerint kell gondolkodnunk, mert a hazai csapat kapusai mellé a vendégcsapat lövéseit kell írni. Ugye hazai kapusra a vendég játékos lő. Tehát a vendégcsapat lőtt 10-et, akkor ezt a hazai csapat kapusa mellé írom. Hazai csapat lőtt 13-at, akkor azt a vendégcsapat kapusa mellé írom. Jóváhagyás után pedig harmadszünet következik. P2-re kattintva tudjuk elkezdeni a második harmadot. Itt pedig az idővonalat tudjuk megint mozgatni szükség szerint. 17.45-nél kiszabásra kerül egy kiállítás hazai csapatból durva játékért. Ezt jóvá hagyjuk, ez be is kerül szépen a jegyzőkönyvbe, és 17.00-kor pedig még egy játékosra büntetést szabnak ki. Ő pedig fogásért kap 2 percet. Jelen esetben ugye 3 az 5-ben folyik a játék, 2 hazai csapatjátékos van büntetés alatt a büntetőpadon, 16.45-kor pedig vendégcsapat gólt fog szerezni. És láthatjuk, hogy a rendszer itt már plusz 2-be beteszi a gólt, mert 2-s ember előnyben született ez a gól. Kiválasztjuk a maradék 4 pluszos játékost, és kiválasztjuk a 3 mínuszos játékost, ugye a 2 büntetett játékos az piros betűszínnel jelenik meg, és itt van a 2 büntetett játékos, akik visszatérő játékosok lehetnek, ezt nekünk kell kiválasztani. Itt látjuk, hogy ez 22.15-kor került kiszabásra, ez pedig 23.00-kor, nyilván a rövidebb fog letelni ezzel a góllal, de ezt látjuk is a való életben a mérkőzés folyamán. Kiválasztjuk, jóváhagyom, ott nyomok, a gól bekerül, plusz 2-es gólként, és 23-15-tel pedig az első büntetés lezárásra kerül. Ha tovább mozgatom az idővonalat, akkor pedig a második büntetés is lezáródik. A következő eseményünk 14-15-kor fog történni, ami egy csapat büntetés lesz. Ilyenkor ugye nincsen konkrét büntetett játékos, hanem a csapat kapja a büntetést, tehát a csapat mellett fogom kiválasztani a kiállításnak az opcióját. Ilyenkor nincs kijelölt játékos, és itt alul láthatjuk a TPHCACTO-t. TP-t akkor választjuk ki, ez ugye team penalty, hogyha a csapat kapja maga a büntetést, ez lehet ugye túl sok játékos, vagy játékkésletetés. Ha pedig vezetőedző, másodedző, vagy bármelyik másik hivatalos személy kap büntetést, tegyük fel sportszerűtlen magatartásért, akkor pedig ezeket fogjuk kiválasztani, ezt a játékvezető fogja nekünk elmondani majd. Csapatbüntetés kerül kiszabásra, túl sok játékos tartózkodott a jégen. Ilyenkor viszont egy helyettesítő játékosra lesz nekünk szükségünk, aki ezt a büntetést letölti. Őt ki tudjuk választani itt kattintással a legördülő menüből, vagy a nevét elkezdjük írni, illetve a messzámát, vagy jobb gombbal rákattintunk erre a messzámra. Otherből előkeressük a túl sok játékos a jégen büntetési tételt. 2 percet adunk érte. Jóvá hagyjuk, és bekerült a jegyzőkönyvbe. 13.45 lesz a következő eseményünk, amikor a hazai csapat gólt szerez. A góllövőnél rákattintunk a gólra, adunk egy asszisztost is, és láthatjuk, hogy a rendszer itt már mínusz 1-be átteszi a gólt automatikusan, mert ugye a gólt szerző csapatnál volt kiállítás. Láthatjuk, hogy a 13-as pirossal van, mert ő a helyettesítő játékosa a túl sok játékos miatt kiszabott büntetésnek. Tehát maradék 3 játékos fogom bekattintani, és utána pedig az 5 mínuszos játékos kerül kiválasztásra. Láthatjuk, hogy a gól bekerül mínusz 1-es gólként és GTG, mert hogy egyenlítő gólként jelenik ez meg a rendszerben. Tovább húzom az idővonalat, le fog telni a kisbüntetés, és 5 az 5-ben folytatjuk a játékot, és 9 perc 45 másodperckor pedig egy kapuscsere fog következni az A csapatból. Láthatjuk itt föl az aktuális kapusokat, mind a két csapatból az 1-es, alul pedig láthatjuk mind a két kapust, 1-es és 2-es, mindkét csapatnál egyaránt. Úgyhogy itt az 1-es mellett látunk egy ilyen kis 2-es opciót, erre, hogyha rákattintunk, ez jelenti a kapus cserét, és látjuk is, hogy a rendszer a kis zöld pöttyöt az 1-estől átteszi a 2-eshez, ezzel jelöljük a kapus cserét.
Az egyes kapushoz be tudjuk írni, hogy hány lövést kapott a csere pillanatáig. Ugye itt a vendégcsapatnak a lövéseit fogom beírni. Eddig a pillanatig, ugye 9 perc 45 másodpercnél vagyunk táblaidő szerint. Eddig történt 8 lövés, ezt ide be is írom, csak hogy el ne felejtsük. Jóváhagyást követően be is kerül a kapuscsere, és láthatom, hogy lecserélődik az aktuális kapusokban is a kapus a hazai csapat számára. 6 perc 36 másodpercnél pedig egy 5 plusz 20 perces nagy büntetés kerül kiszabásra. Ezt a vendégcsapattól fogjuk megejteni, a 15-ös számú játékost választjuk ki. Tért használatért kapta ezt a büntetést, megint csak egy helyettesítő játékosra van szükségünk, mert az 5 percet valakinek le kell töltenie. Jobb gombbal rákattintok a helyettesítő játékosra, otherből pedig kiválasztom a büntetési tételt, amiért kapta a büntetést, ezt jelen esetben tért használat lesz, és az 5 plusz 20 percet fogom mellé kiválasztani. Jó ágyás után pedig ez bekerül a rendszerbe, és láthatom, hogy 33-24-es tábla idővel beteszi a rendszer a büntetést a 15-ös számú játékosnak, az 5 percet a 22-es tölti le, ami egyébként tért használatért van, a 20 perces nagy büntetés pedig Gami, ezt a rendszer jól kezeli, és 33-24-kor mind a két büntetés el kell, hogy kezdődjön, mert előtte nem volt korábbi kiállítás. Az idővonalat tovább húzva pedig az 5. percet bekattintva letelik az 5 perces nagy büntetés, visszatér a helyettesítő játékos, a 20 percet pedig majd a mérkőzésnek a végén fogom lezárni, ez lehet 60-0-0 a hosszabbításban valahol, vagy esetleg 65-0-0, hogyha a mérkőzés büntető párbaig megy, illetve egy extrémebb eset, amikor félbeszakad a mérkőzés a harmadik harmad vége előtt. Második harmad végéhez érve játék részt váltok, második játékrész végére, és a hazai csapatnál pedig beírom a vendégcsapat lövéseit, a fennmaradó számot, tehát ha 12-t lőttek, akkor ide 4-et fogok még beírni, mert 8 plusz 4. Vendégcsapat kapusához pedig a hazai csapat összlövés számát írom be a harmadba, ez is 14 ebben a játékrészben. Jóvágyás után pedig ez bekerül a rendszerbe. A lövéseket egyébként itt is lehet kezelni harmadok végén. Itt kicsit más elv szerint működik a dolog. Most hazai csapat lövéseit nyitottam meg, és itt ugye a vendég csapatnak a kapusai látszódnak, tehát ide tényleg a hazai lövéseket írom be, ezek pedig a hazai csapat játékosai, ezt majd a végén fogjuk használni ezt a részt. Ugyanez a vendégcsapatnál, vendégcsapat lövéseire kattintva itt a hazai csapat kapusai látszódnak, itt pedig ugye már a két kapus lebontott lövéseim összesen 12-t jelentett hazai lövésben a második harmadra nézve. Ebben a harmadban kiszabásra került egy 5 plusz 20 perces nagy büntetés is, amiről nekünk eseménynaplót kell felvennünk. Erre azért van szükség, mert minden nagy büntetést és végleges fegyelmi büntetést a Magyar Ékorong Szövetség Fegyelmi Bizottsága kivizsgál, és szükség esetén eltiltást szab ki a szabálytalankodó játékosra, amit a mérkőzés videófelvétel alapján, vagy hogyha a felvétel alapján nem tudnak dönteni, vagy nem látszik esetlegesen az eset, akkor az eseménynapló alapján fogják meghozni a döntésüket. Ezt az eseménynaplót nekünk, mint jegyzőkönyvezetőknek kell megírnunk, viszont a játékvezető fogja ezt nekünk lediktálni. Mérkőzés funkciókba belekattintva, eseménynaplót kiválasztva, ide kerülünk, és itt láthatjuk, hogy az 5 plusz 20 percet érzékelte a rendszer, és az alapadatokat beírja ide a büntetéssel kapcsolatosan. Idő, melyik csapat, melyik játékos miért kapta a büntetést, és itt a mertet folytatva a játékvezető diktálása alapján pedig leírjuk, hogy mi történt az adott szituációban, miért adta a játékvezető azt a büntetést. Nagyon fontos, hogy ez egy ilyen történetmesélés tulajdonképpen, itt szó szerint kell írni, ami történt, illetve azt is szó szerint idézőjelbe, amit mondtak egy esetleges sportszerűtlen magatartásért kiszabott büntetés esetén. Úgyhogy ha trágár szavakat írunk le idézőjelben, az teljesen rendben van, azt úgy kell leírni, mivel a fegyelmi bizottság ez alapján tud döntést hozni. Ezt jóvá hagyjuk, és az eseménynaplót kipipálhatjuk, azt megírtuk. Harmadik harmadot elkezdjük, és az idővonalat megint szépen elkezdjük mozgatni, amennyire azt szükséges. 16:50-kor kiszabásra kerül egy kiállítás a hazai csapatból gáncsolásért. Ezt jóvá hagyjuk. 16:40-nél kiszabásra kerül még egy kis büntetés a hazai csapatból. És 16:30-nál
még egy kis büntetés szabnak ki, szintén a hazai csapatra, tehát jelen esetben 3 darab játékos fog ülni a büntető padon, de a játék továbbra is 3-5-ben fog folytatódni. Ekkor beszélünk halasztott, függő büntetésről, mivel egyszerre csak 2 emberhátrányt okozó büntetést tudunk mérni. A harmadik az jelenleg függőben van, várakozik. A harmadik büntetést akkor fogjuk tudni elkezdeni mérni, amikor az első büntetés letelik. Kicsit itt tovább mozgatjuk az idővonalat, beírjuk a 14:50-et, ekkor telik le az első kis büntetés, és látom, hogy a rendszer beírja a 45:10-et végének az első büntetéshez, és 45:10-kor pedig elkezdi a harmadik büntetést mérni. Nagyon fontos, hogy 43:30-nál lett kiszabva a harmadik büntetés, viszont csak 45:10-nél tud elkezdődni. Tehát ez a kiszabási idő, ez pedig a büntetésnek a tényleges kezdeti ideje. Nagyon fontos, hogy ekkor 14:50-kor nem tér vissza a jégre senki, mert továbbra is 2 büntetés van az eredményjelzőn, tehát továbbra is 2-ös emberhátrány van, 3-5-ben fognak játszani a csapatok. Következő eseményünk 14:40-nél fog bekövetkezni, amikor is letelik a második büntetés, láthatjuk, hogy a rendszer lezárja ezt a büntetést is, és 14:40-kor látjuk, hogy már csak egy büntetés marad az eredményjelzőn, tehát valakit vissza kell nekünk engedni. Itt jön képbe az a szabály, hogyha 14:50 és 14:40 között volt egy játékmegszakítás, akkor a 9-es számú játékost visszaengedtük a játékmegszakításban, mivel neki már letelt a büntetése, csak a játékba, játék közben nem tudtuk visszaengedni, játékmegszakításban viszont gond nélkül visszaengedhetjük. 14:40-kor valakit visszaengedünk a játékba, aki vagy a 10-es számú játékos, vagy a 9-es számú játékos, amennyiben ő még a büntetőpadon tartózkodik. Az idővonalat tovább húzva le fog járni a harmadik büntetés is, ekkor már ugye nem lesz büntetés az eredményjelzőn, ilyenkor megint csak vissza fogunk engedni valakit, és a szituáció megint ugyanaz lesz, mint az előzőekben volt. Akkor engedem vissza a 11-est, hogyha a 10-es már nincsen a büntetőpadon, mint várakozó játékos, ha pedig már csak a 11-es tartózkodik a büntetőpadon, akkor őt fogom visszaengedni. Halasztott büntetésről egyébként részletes leírást találhatnak a versenybírói kézikönyvben, ott lépésről lépésre le van írva, hogy mikor mi történik, mi történhet, és azután hogy folytatjuk a mérkőzést. Következő eseményünk 10 perc, 2 másodperckor fog megkövetkezni, amikor a hazai csapatból egy büntetés szabnak ki, amiért büntető lövést ítél a játékvezető. Tegyük fel, hogy gáncsolásért történik ez, és itt viszont akkor a PS-t fogjuk kiválasztani, mint penaltisat. Ezt jóváhagyva bekerül a rendszerbe, 49:58-kor 11-esnek gáncsolásért PS a büntetése, melynek se kezdete, se vége nincs, ez így helyes. Ha nem születik gól a büntető lövésből, nincsen teendőnk, ha viszont születik, akkor azt be fogjuk írni, rákattintunk a gólt szerző játékosra, és büntető lövést fogjuk kiválasztani, és láthatjuk, hogy a pluszos játékosok között csak a gólt szerző játékos jelenik meg, mínuszos játékosok között pedig csak a gólt kapó kapus kell, hogy megjelenjen. Ez így van rendjén, ezt így jóvá hagyjuk, és be is kerül a gól, mint PS. Az idővonalat tovább húzva, 2 perc 55 másodpercnél időt kér a hazai csapat. Itt az idő beírása után az időkérésre fogok kattintani. Az időt itt egyébként még lehet módosítani, de ezt már megtettük. Jóvá hagyom, és bekerül az időkérés a rendszerbe. Ha még egyszer rákattintok az időkérésre, akkor a rendszer jelzi nekem, hogy ez a csapat már kért időt, úgyhogy ezt figyelembe véve nem használjuk ki ezt a lehetőséget. És tovább megyünk az időben. 00:54-kor a hazai csapat le fogja hozni a kapusát, és őt egy játékosra fogja cserélni, ezzel is növelve a gólszerzési esélyüket. Ilyenkor nem kapus cseréről beszélünk, hanem kapus mozgásról, tehát le fogjuk hozni az aktív kapust, és láthatjuk, hogy ezzel ki is kerül a kis zöld pötty az aktív kapus mellől. Jóvá hagyom, és kilépett a kapus a jegyzőkönyvből, jelen esetben 6-5-ben támadnak, és ebből gólt is fognak szerezni 00:12-kor, amikor kiválasztom a gólt szerzőjátékost, van egy asszisztos játékos, és a maradék 4 pluszos játékos pedig kiválasztom melléjük, és így jön ki a 6. Nagyon fontos, hogy a gól az egyenlő létszámban született, mert se ember előny, se ember hátrány nem volt, 6 ember játszott 6 ember ellen, az, hogy 5 plusz 1 kapus, vagy 6 mezőnyjátékos, az ilyen szempontból mindegy, mert nem volt se előny, se hátrány.
Minuszba 5 játékost fogok kiválasztani, és jóvá hagyom a gólt, mely be is kerül. És ugye ez nem üres kapus gól volt, mert nem üres kapuba lőtték bele, hanem az üres kapuval rendelkező csapat szerzett gólt. Ami történni fog, a kapus vissza fog térni a jégre, kiválasztjuk a visszaaktiválni kívánt kapust, majd a be gombra kattintok, és így visszakerül a zöld pötty a kapus mellé. Jóvá hagyom, és vissza is lépett a kapus a jegyzőkönyvbe. Véget ér a harmadik harmad, melyet le is zárok, és beírom a lövéseket. Vendégcsapat ennyit lőtt, hazai csapat pedig ennyit lőtt. Jóvá hagyom, és hamarosan el is kezdődik a hosszabbítás, melyben egyébként semmi különlegesség nincs, ugyanúgy van egy idővonalam, nyilván gól esetén véget ér a mérkőzés, jelen esetben ez nem fog megtörténni, hanem véget ér a hosszabbítás 3-3-as állással. Ugye az elején mondtam, hogy minden mérkőzés azzal kezdődik, hogy a kapusok belépnek, és minden mérkőzés azzal végződik, hogy a kapusok kilépnek. Jelen esetben a mérkőzés még nem ért véget, viszont a kapusokat ki kell léptetnem a büntetőpárbaj megkezdése előtt, melyet a hosszabbítás végejáték részre kattintva a rendszer meg is tesz nekem, tehát kiveszi a kapusokat a játékból, beírjuk a lövések számát a hosszabbításban, majd jóváhagyom, és látom, hogy két sárga sor megjelent a jegyzőkönyv tetején, tehát mind a két kapus kilépett. Büntetők játékrészre állva a következő ablak fog megjelenni előttünk. Itt az első és legfontosabb dolgunk az, hogy kiválasztjuk, hogy 5 fordulós vagy 3 fordulós az adott párbaj. Alapvetően 5 fordulós párbajjal működnek a magyar bajnoki mérkőzések, de van egy-két olyan liga, illetve bajnokság, ami 3-as. Ezt ebben az esetben át kell állítani ezt a csúszkát a 3 fordulós verzióra. Az, hogy melyik csapat kezdi a büntető párbajt, ezt a játékvezető nekünk jelezni fogja, vagy ha nem jelzi, akkor észlelni fogjuk az első lövés megkezdésekor. Kiválasztjuk annál a csapatnál a játékost, aki lő, és amelyik csapat kezdi, illetve az ellenfél csapatnak a kapusát fogom kiválasztani mellé. Innentől kezdve látszik, hogy a rendszer megrajzolja nekünk az útvonalat, hogy milyen útvonal szerint fognak, milyen sorrendben fognak lőni a játékosok. Itt van a gól oszlop, ami jelen pillanatban szürke, ez azt jelenti, hogy inaktív ez a gomb, ha rákattintok, akkor zöld lesz, ez jelenti azt, hogy gólt szerzett a játékos, még egyszer rákattintok, akkor pirosra változik, és harmadszor is, akkor pedig inaktívvá teszem ismételten, és ez egy ilyen háromállású kapcsoló, ami így körbeforog. Ez a játékos gólt szerzett, úgyhogy zöldre fogom állítani, az eredmény pedig átvált. A GVS az a game winning shotot jelenti. Ezt a rendszer automatikusan jegyzi, ezt én nem tudom módosítani, ez ugye a győztes gólt fogja jelölni, ezzel nekünk nincsen teendőnk, ezt a rendszer folyamatosan figyeli. Hazai csapat játékosát kiválasztom, vendégcsapat kapusát is, illetve hogy belőtte, vagy kihagyta a játékos. És innentől kezdve a kapusnak a számát automatikusan beírja a rendszer, viszont ezt ha belekattintok, akkor tudom módosítani, de azért ritka, hogy büntető párbaj közben kapus cseréljen a csapat, de előfordulhat. Ha pedig ugyanarra a játékosra kattintok, aki az első 5 lövés során már lőtt, akkor azt jelzi nekem a rendszer, mert az 5 forduló alatt nem lőhet ugyanaz a játékos. Itt másik játékos kell nekem kiválasztani, aki szintén belőle a büntető lövését. Hazai csapat. És ezt így szépen kitöltöm, ahogy a játékosok lövik a büntetőlövéseket. Hogyha esetleg behozhatatlan előnyre tesz szert valamelyik csapat, tehát 3-at belül, a másik pedig 1-et sem, akkor a rendszer engedi majd a jóváhagyást. Amíg viszont nem dőlt el a párbaj, addig nem tudom jóváhagyni, tehát mindenképp kivárja azt a rendszer, amíg eredmény alapján eldől a mérkőzés. Ugye most fogjuk azt látni, hogyha én kiválasztom a 22-es játékost, és ha ez a játékos belövi, akkor a hozzáad gomb fog megjelenni, tehát hogy további büntetőlövésekre van szükség, ha pedig kihagyja, akkor a jóváhagyom gomb, tehát véget ér a büntetőpárbaj. Ez a játékos jelen esetben belövi a büntetőlövését, így szükségünk van még a további sorokra. És itt láthatjuk, hogy megfordul a sorrend, hogy ismét a hazai csapat fog lőni, és ez a sorrend csak egyszer változik, ilyenkor a 6.
lövésnél, illetve három fordulós párbaj esetén a negyedik lövésnél. És innentől kezdve viszont bármelyik játékos lőhet, akár ugyanaz is, illetve az is, aki már korábban lőtt, mert innentől egyes párokban lőnek a játékosok. Hogyha ő belövi, akkor a jóváhagyom aktiválódik, ha kihagyja, ugye a hozzáadás, inaktív esetén pedig semmi nem történik. Ez a játékos belövi, tehát jóvá tudjuk hagyni, a GVS az ugye bekerül az ő neve mellé, automatikusan, mert ővé lesz a győztes gól, ő döntött el a büntető párbajt. Jóváhagyás után a gól bekerül a jegyzőkönyvbe, az eredmény változik, és a játékrész automatikusan átvált a büntetők végejáték részre. A 20 perces büntetés ugye most fog majd véget érni, az 65-0-0-nál kell lezárni, és van egy utolsó játékrészünk, amihez még nem nyúltunk, az end játékrész, ezt pedig akkor fogjuk elindítani, amikor az utolsó játékos is elhagyta a jeget, tehát nem várható további esemény a jegyzőkönyvbe. És ahogy ezt a játékrészt átváltom, láthatom, hogy a 20 perces nagy büntetés is lezáródik 65-0-0-val. Ilyenkor a lövésekbe fogok visszamenni, és amennyiben egyéni lövés statisztikát vezetünk az adott bajnokságban és mérkőzésen, akkor azokat ide beírom, illetve ellenőrzöm, hogy a harmadonkénti csapat lövés az helyesen szerepel a jegyzőkönyvben. A számot kijelölve és a tabulátort nyomva tudok lefele haladni a lövéseknél, és a bemondó papírja alapján ezeket ide beírom, és ha minden jól végeztünk, akkor a végén stimmelni fog ez a szám, 45-45, fekete betűvel, ha pedig nem stimmel, akkor pirossal jelöli ezt a rendszer. Ugyanezt megtesszük a másik csapatnál is. Itt láthatjuk, hogy a büntető párbaj játékrészbe egy lövés automatikusan bekerül, ezt én nem is tudom innen kitörölni, ez ugye a büntető lövésben szerzett gól miatt kerülve ide, ezt automatikusan beteszi a rendszer. Itt is, hogyha beírtam és stimmel, akkor a piros betűszín eltűnik, és 37-37-re változik. Ennek minden esetben egyeznie kell. Van itt még egy ilyenünk, hogy sérülésregiszter, erről még nem beszéltem, ezt is megmutatom. Ki kell választanunk, hogy hazai vendégcsapat vagy hivatalos személyről szeretnénk sérülésregisztert felvenni, tegyük fel, hogy vendégcsapatról, ezután kiválasztom azt a játékost, aki sérült, és kiválasztom a típusát a sérülésnek, hogy kontakt, non-kontakt, milyen mechanizmus következtében sérült meg a játékos, melyik testrésze sérült meg, milyen jellegűen, melyik oldala, a sérülés maga az egy újra sérülés, vagy egy új sérülés, a mérkőzést tudta-e folytatni, illetve kiállítás történt-e az esetből, ha igen, akkor pedig a jellegét is be kell írnunk, hogy kisbüntetés, vagy 5 plusz 20 perces nagy büntetés került kiszabásra, de nem volt büntetés. Ezt követően kell írnunk róla egy szabad szöveges kiegészítést is, itt ugye az egészségügyi személy diktálása alapján fog ez megtörténni, illetve még ami hiányzik, az a sérülésnek az ideje, ez csak egy körülbelüli időre kell gondolni itt, tehát ha a mérkőzés végén jelzi, és nem tudjuk, hogy mikor sérült, akkor a mérkőzés végét, tehát 65-0-0-át fogunk beírni, ha pedig tudja, hogy melyik harmad körülbelül, melyik részében, első fele, második fele, közepe, akkor azt szerint fogjuk ide beírni, tegyük fel, hogy a második harmad közepét mondja nekünk a játékos, 30-0-0-át fogunk beírni ebbe a mezőbe, és nagyon fontos, hogy itt el kell menteni, mert a mentéssel rögzíti be a rendszer magát a sérülést, és ezután hagyhatjuk csak jóvá. A jegyzőkönyvi adatokba belemenve látjuk, hogy a mérkőzés kezdési időpontja az automatikusan kitöltésre került az első harmad bekattintásával párhuzamosan, viszont a mérkőzés végeidőpontot nekünk kézzel kell beírnunk, tehát idején beírom a dátumot, a hónapot, és a napot, illetve a mérkőzés vége időpontot. Amit még itt látunk, nézőszám, ez magyar első osztályú mérkőzéseken az egy pontosabb szám, mint egy utánpótláson. Utánpótláson körülbelüli számokat szoktunk írni, tehát legyen mondjuk 54.
Eseménynapló sérülésregiszter nyomtatása, ez a csapatoknak fontos lehet a biztosítás miatt, viszont magyar bázisú mérkőzéseken ugye az edzők és a játékvezetők minden dokumentumot a mérkőzéssel kapcsolatosan a mérkőzés lezárását követően megkapnak elektronikus úton, tehát alapvetően ezt nyomtatni nem kell, csak ha külön kéri valaki. Összeállítás lövés statisztikai dokumentumról már beszéltem, büntetőpárbaj nyomtatása, ez magyar bázisú mérkőzésen nem a legfontosabb dokumentum, IHF és MESS plusz-minusz tiketek. Ezek a plusz-minusz tiketek nyilván méretrevágás után kerülnek használatra. A büntetőpadosok ezen szokták beadni a jégen lévő plusz-minuszos játékosoknak a listáját a jegyzőkönyvezetőnek. Van ennek a magyar verziója is, az MESS. Itt picit több van egy oldalon, viszont kisebbek a cetlik, kevesebb adattal, viszont ennyi adatmennyiség is teljesen elég a jegyzőkönyvvezetőnek, tehát a célnak megfelel ez a dokumentum is. További játékrészek. Főképp Erste Liga rájátszásában használjuk ezt, amikor a hosszabbítást követően nem büntető párbajra kerül sor, hanem további harmadokat játszanak a csapatok. Ilyenkor ezt itt kell hozzáadni, más esetben ezt nem kell használnunk. Mérkőzés legjobbjai, ez válogatott mérkőzés, ugye legjobb játékosokat itt lehet megjelölni, balegérgomban rájuk kattintva, jóváhagyás után pedig egy BP fog megjelenni a nevük mellett, mint Best Player. PDF jegyzőkönyv, ez egy nagyon hasznos és jó dokumentum, azt gondolom a jegyzőkönyvvezető ezen tudja saját magát a legkönnyebben ellenőrizni. Amit itt célszerű figyelni, hogy az eredmény nyilvánvalóan stimmeljen a valósággal, illetve legyen nézőszám, utána megnézzük, hogy csapatkapitány és helyettes kapitányok bekerültek a rendszerbe, illetve itt a gólokat fogjuk még átnézni. Itt látom, hogy egy játékos hiányzik, akkor ez egy PP1-es gól 10:59-kor, tehát 10:59-kor kell lennie egy büntetésnek lezárva. SH1-es gól, mivel hiányzik egy játékos, SH1 26:15, és látom, hogy 26:15-kor valóban volt egy kiállítás. Ugye ezt megtesszük a másik oldalon, 23:15-tel, 23:15, rendben van. Ugye ennek a büntetésnek nincs eleje, nincs vége, mert ez büntetőlövés, 5+20-nál van helyettesítő, illetve a csapatbüntetésnél is, a 20 perces büntetés pedig a mérkőzés végével került lezárásra. Itt is megvan minden szükséges információ. Itt láthatóak a büntetőpárbajjal kapcsolatos adatok, illetve a mérkőzés összegző adatok, dokumentumok. Lövéseket láthatjuk, gólokat, kapus mozgásokat és védéseket. Fontos, hogy 0-0-nál a kapus belépjen, mérkőzés végén pedig a kapus kilépjen, mérkőzés eleje és vége bekerült a jegyzőkönyvbe, illetve a szükséges hivatalos személyeket beírtam a jegyzőkönyvbe. Eseménynaplót ugye megírtuk, sérülésregisztert pedig felvettük. Ezután, miután saját magunkat ellenőriztük, a játékvezetőnek megmutatunk minden dokumentumot, eseménynaplót, sérülésregisztert, amennyiben van, illetve a jegyzőkönyv PDF dokumentumát, és amennyiben a játékvezető azt mondta, hogy minden rendben van, és lezárhatjuk a jegyzőkönyvet, ekkor fog csak sor kerülni a mérkőzés lezárására, mert lezárást követően a jegyzőkönyvvezető nem fog tudni már se visszalépni, se semmit módosítani az adott jegyzőkönyvben. Lezárás után egy hibalistát fog nekünk kiadni a rendszer, amennyiben vannak hibák, jelen esetben csak az edző hiányt mondja nekünk. A hibáknak két típusa van az IVR rendszerben. Van a kritikus hiba, amit mindenképp javítanunk kell, akkor csak a hibák javítása jelenik meg, illetve van az általános hiba, amikor csak felhívja valamire a figyelmünket, de ezt jóvá tudjuk hagyni, hogy tudomásul vesszük. Biztosak vagyunk benne, hogy lezárjuk a jegyzőkönyvet, ha azt mondjuk, hogy igen, a jegyzőkönyv lezárt, mi ezt, mint jegyzőkönyvvezetők nem tudjuk visszanyitni, módosítani se tudunk semmit, és ebben a pillanatban a mérkőzés játékvezetői és edzői elektronikus úton megkapják a mérkőzéssel kapcsolatos minden dokumentumot. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, hogy hasznosnak találták a videót. Felmerülő kérdések esetén állok rendelkezésre e-mailben, vagy akár telefonos úton is, és a vizsgázóknak sok sikert kívánok!